Szia, Szekér Viktória vagyok, ez pedig a Tukendoit nyelvtanulási YouTube csatornája, ahol a nyelvek rendszeréről tanulhatsz. A mai napon a francia nyelvtanról lesz szó, azon belül pedig a futur simple igeidőről, a francia egyszerű jövőidőről. Javaslom, hogy maradj a videó végéig, mert ott mindazt, amit ma átvettünk, gyakorolni is tudod, lesz pár mondat, amit lefordítunk, és lesz időd arra, hogy megnézd, hogy te hogyan fordítottad volna, sikerült-e volna neked minden segítség nélkül. És mit nyersz azzal, hogyha végignézed ezt a videót? Hát megtanulod azt, hogy hogyan használd a fütyűrszemplet, megtanulod elmenekülni a fütyűrszemplettel, a fütyűrprossal, és azt is egy kicsit megérted, hogy mi lesz a harmadik jövőidő, a fütyűr anterior. Nézzük meg a francia jövőidőket. Alapvetően három francia jövőidő van, az pedig a futur proche, a futur simple és a futur anterior. Hogyha egyébként az angolt szereted, és a future tenses is nagyon tetszett, akkor nagy előnyöd van, mert lényegében az angolban nagyjából mindegyiknek megvan a megfelelője, minden francia jövőidőnek. Futur proche, vagy közeljövő, az nagyjából annak felel meg, amikor az angolban a present simple-t, vagy a present continuous-t ilyen közeljövőnek számítjuk, de külön igeidő az sajnos nincs az angolban rá. A futur simple az a future simple, és a futur anterior az a future perfect. Tehát most a középsőt vesszük, ami egy sima jövő, egyszerű jövő franciában, és az angolban is, és ehhez képest egyébként a futur proche egy kicsit egyszerűbb, az egy közeljövő, és a futur anterior pedig egy befejezett jövő, tehát olyan, ami a futur simple előtt már meg fog történni. Nézzük meg, hogy miért használd a futur proche-t, ha teheted. A futur proche az nagyon barátságos, kedves igeidő, mert csak az állé igét kell tudnod ragozni, és azon felül elrejtheted azt, hogyha esetleg nem tudod valamelyik igének az adott alakját, mert azt mondom, hogy je vais le faire, je vais travailler, je vais courir, je vais avoir, bármit, ugye csak a vet kellett tudnom az állét ragozni je mellett. Sajnos ezt ugye nem használhatod mindig, de hogyha valamilyen beszélt nyelvű helyzet van, és akár jövő héten fogod megcsinálni, vagy jövő hónapban, még akkor is használhatod a futur prost. Viszont, hogyha azt mondom, hogy már nagyon távol van a jövőbe, na akkor jön a futur simple. Mikor használom akkor a futur simplet? Ha nagyon távol van a jövőben. Alapvetően akkor, hogyha egy esemény azért már tényleg eléggé messzi fog megtörténni, például en 2030, j'achèterai un appartement. Venni fogok egy lakást, talán 2030-ban, elég messze innen. Viszont a futur simplet egyébként jelenre is vonatkoztathatod, akkor, hogyha valamilyenféle valószínűséget akarsz kifejezni, mondjuk azt mondom, hogy il sera tôt, azt mondom, hogy ez hát, hogy valószínűleg korán lehet. Hogyan képzem a futur simple egyszerű jövőidőt a francia nyelvtanban. Alapvetően egyébként nem rossz annyira a képzése. Tudnod kell a főnévi igenevet, tehát mondom azt, hogy manger, travailler, és azokra kell ráraknod ragokat. Ezek a futur simple ragok pedig ai, as, a, ons, ez, ont. Tehát, hogyha van a demander igém, akkor je demanderai, tu demanderas, il, el, demandera, nous demanderons, vous demanderez, il, elle demanderont. Tehát, je demanderai une question, kérdezni fogok egy kérdést. Kicsit rendhagyó igék, azok az RE végződésű igék, mint például a dir, ahol úgy lesz, hogy je dirai, tu dirai, il, elle dirai, és így tovább, tehát a ragok azok nem változnak. És nézzük meg a rendhagyó igéket, mint mindig itt is vannak rendhagyó igék. Ezt ugye megszokhattuk a francia nyelvtanban. Ilyen lesz az avoir, j'aurai, être, je serai, faire, je ferai, aller, j'irai, venir, je viendrai, savoir, je saurai, devoir, je devrai, pouvoir, je pourrai, vouloir, je voudrai, il faut, il faudra. Ugye ez csak egy alakban van, il pleut, il pleuvra, voir, je verra, on verra, ugye, az is lehet, ez a
meglátjuk, ez már szinte kifejezésképpen működik. De az a fontos, hogy észrevesz, hogy a végződések ugyanazok lesznek, a többiket kell megtanulni a rendhagyó igéknek. És akkor most, hogy átvettük a fütyűrszemplet, próbálj megírni egy fütyűrszemples mondatot a kommentbe, és próbálj meg olyan szavakat írni bele, amiket mondjuk nehezebben tudsz megjegyezni, hogy ezzel is segítsük a szótanulást is. És ismételjük át, hogy mi a fontos röviden a fütyűrszemből. Vannak francia jövő igeidőink, ez a futur proche, futur simple, futur anterior. Az angol nyelvtanban a futur simple az a will, future simple. A futur proche-t szeretem, mert azzal kikerülhetem sokszor a futur simplet, de nem mindig. A futur simple az egyenlő főnévi igenév, plusz a futur simple végződések, az ai, as, a, ons, ez, ont. És vannak a rendhagyó igék a fütyűrszemben is. És most, hogy ezt mind tudjuk, nézzük meg a gyakorlást. Meg fogunk nézni pár magyar mondatot, lesz egy kis időd arra, hogy te is lefordíts franciául, és utána megmutatom, hogy hogy van ez franciául. És most, hogy megvolt a gyakorlás, javaslom, hogy iratkozz fel a csatornára és lájkold ezt a videót, hogy segítsd ezzel azt, hogy minél inkább több tartalmat tudjak felrakni ingyenesen, és lépj be a Facebook csoportba, a Tuk & Do It nyelvtanulás Facebook csoportjába, ahol még több tippet, tanácsot és plusz anyagot osztok meg angol, francia, német és spanyol nyelvből. És amit ne felejts el, az az, hogy meg tudod csinálni.